know she'll be the death of me. At least we'll both be numb, and she'll always get the best of me. Sziasztok, üdv ismét a csatornámon! A mai videó a hozzátáplálásról fog szólni, tehát hogy én ezt hogyan csináltam Sophie-nál, illetve most Nimrodnál, miket szoktam neki főzni, milyen praktikáim vannak, mik váltak be, apró tippek, ilyesmi. Szóval, hogyha ez érdekel titeket, érint titeket, vagy esetleg érinteni fog, mert babát váltok, vagy babát terveztek, akkor tartsatok velem! Hetek óta próbálom ezt a videót összehozni, de tényleg hetek óta. Eleve hetek óta veszem fel hozzá a kis videókat, amikor is Nimrodot ugye különböző ételekkel etetem. Ma is készült egyébként egy ilyen kis videó, de most már nem várok tovább. Azt hiszem, hogy 10 tippet gyűjtöttem össze, megint van egy ilyen kis jegyzetfüzetem. 1, 2, 3, blablabla, igen, 10 pontom van. Kezdjük is el. Vannak alapvető dolgok, ugye utána tudunk olvasni interneten. Az első az ilyen, hogy mikor már megszűnik a kilökő reflex, azaz, hogyha egy kanalat és valamilyen ételt nyilván bedugsz a gyereknek a szájába, akkor nem tolja ki a nyelvével automatikusan azt, ami a szájába kerül. Ez egy ilyen jel, hogy készen áll a hozzátáplálásra. Egyébként ugye azt szokták mondani, hogy tápszeres babáknál már ilyen 4 hónapos kortól lehet, anyateljes babáknál pedig ráér 6 hónapos korban elkezdeni a hozzátáplálást. Én Nimrodnál 5 hónaposan kezdtem el, Sophie-nál meg ilyen 5,5 hónaposan, azért, mert Nimrod most már tápszeres körülbelül egy hónapja, csak azt kap, nem menjünk bele, hogy miért. Sophie-t pedig 8 hónapos koráig szoptattam, tehát nála igazából nem volt sürgős, őt 5,5 hónaposan elkezdtem már ilyen almalevet, kóstoltattam vele ilyesmi, és 6 hónaposan nála már a pürék jöttek. Nimrodnál mondom, 5 hónaposan elkezdtük. Akkor másik ilyen alapvető dolog, hogy az elején csak napi egyszer érdemes adni nekik különböző püréket, tehát Nimrod még most csak napi egyszer kap általában délelőtt. Azt szokták mondani, hogy szoptatás és tápszer előtt adjuk. Bár olvastam olyat is, hogy szoptatás és tápszer után. Ezt mindenki eldönti. Én úgy kezdtem el, hogy az aktuális etetés az már ezzel kezdődött, tehát a pürével. És hogyha úgy láttam, hogy nem evett eleget a gyerek, akkor utána még adtam neki tápszert nyilván. Oké. Ugye azt mondtam, hogy 6 hónapos korig napi egyszer érdemes nem tápszert vagy anyatejet, hanem valamilyen pürét adni, és 6 és 8 hónap között pedig már napi 2-szer lehet. Nimrod ugye már betöltötte a 6 hónapot, ezen a héten töltötte, egyébként most szerda van, ezért lassan elkezdjük azt, hogy napi 2-szer kap majd valamilyen pürét, eddig csak délelőttönként kapott, de most már lassan elkezdjük majd a délutáni egyik étkezést is kiváltani ezzel. Jó, és még egy alapvető dolog, a glutén bevezetése, amit megemlítenék. Azt szokták mondani, hogy 6 és 12 hónapos kor között érdemes bevezetni a glutént. Én Sophie-nál, én szerintem nem volt még 7 hónapos, mikor bevezettem, és Nimrodnál is így tervezem, tehát nem akarok vele sokáig várni, de van olyan ismerősöm, ahol már 8 hónaposak a babák, és még nem vezette be. Ezt mindenki dönts el maga, nekem nem volt semmilyen negatív tapasztalatom azzal kapcsolatban, hogy talán viszonylag korán vezettem be a glutént Sophie-nál, hát Nimrodnál majd meglátjuk. Ami nekem bevált Sophie-nál, és remélem, hogy Nimrodnál is működni fog, ez a Milumil vagy Milupa, nem tudom, de van ez a 7 gabonás tejpép, nem, 7 gabonás pép, ami hát olyan gabonákat tartalmaz, olyan eloszlásban, ami alkalmas arra, hogy bevezessük vele a glutént. Azt hiszem úgy van, hogy az elején 200 mg-ot érdemes hozzáadni az adott püréhez, amit ugye elkészítettél. Ez nem sok, ez egy kis mennyiség, nézzünk utána, azt hiszem egy kis kanálnyi mennyiség talán, de inkább nézzetek utána, vagy mérjétek le. És akkor itt kezdjük is el szerintem azokat a pontokat, vagy tippeket, amiket esetleg javasolni tudok nektek, hogyha ezt most kezditek, vagy most csináljátok, vagy tervezitek. Jó, úgy készítem a videót el, ugye ez még nincs összevágva, hogy minden egyes kajálás után beszélek egy picit, adok egy tippet. Hát remélem, hogy tetszeni fog, úgyhogy vágjunk is bele. Az első tippem az, hogy mindig legyen otthon alma.
Ja igen, és azt nem mondtam el, hogy ezek a pürék, amiket én készítek a videóban, amiket látni fogtok Nimrodnak, ezek ilyen 5-6 hónapos babáknak alkalmas pürék, vagy 5-6 hónapos babáknak való pürék, tehát ha már nagyobb a baba, akkor nyilván ott már többféle ételt be lehet vezetni. Ezek ilyen nagyon egyszerű pürék, tehát tényleg nagyon könnyen meg lehet őket csinálni, el lehet őket készíteni. És ezért kezdem az almával, ami egy ilyen Jolly Joker. Itt Magyarországon ezzel szokták elkezdeni a hozzátáplálást, de ezt is mindenki döntse el maga. Én a legtöbb fórumon, oldalon, könyvben ezt olvasom, hogy ez legyen az első, az édes alma. Édes almát vegyünk elsőre, és ne valami savanykásot, mert az nem fog neki ízleni. És legyen otthon nyilván egy alma reszelő, amin ugye lereszeljük az almát. És egy apró tipp, bár ez lehet, hogy nektek is eszetekbe jut, hogyha ezt elkezditek, az alma reszelő alá tegyetek egy konyharuhát, és úgy reszeljétek az almát, mert sokkal könnyebb. Mert egyébként a sima konyhapulton ez így csúszkálni fog, és lereszelitek a kezeteket is. Én ezzel szenvedtem egy picit az elején, az mire rájöttem, hogy rakjak alá egy konyharuhát, és akkor nem fog csúszkálni. Szóval mindig legyen otthon alma, mert az Jolly Joker, hogy bármilyen püré nem ízlik a gyereknek, egy kis almával bevegyíted, reszelt almával nyilván, akkor az vélhetően jobban fog neki ízleni. De nekem mindkét gyerekem édes szájú, és mindkét gyerekem szereti az almát, szóval ezt meglátjátok ti is. Ha nem alma, hanem ő a banánt szereti, vagy az avokádót, vagy nem tudom, akkor nyilván azzal vegyítsétek, és azt tartsatok otthon. De az alma szerintem az ilyen Jolly Joker. Oké. És akkor jöjjön az első étel, most. Szóval, ma van szeptember 10-e, ma 5 hónapos Kálmán Nimrod, és ma elkezdjük a hozzátáplálást. Az első ételünk az almapüré. Még egy falat sem volt, úgyhogy akkor lássuk, mit szólsz az első falat almapüréhez, kedves kis Nimrod. Limoncello. Na? Igen, körülbelül valami ilyesmire számítottam. Okay. A második tippem az, hogy legyen egy jó botmixered, és legyen egy jó konyhai mérleged. Jó, nem kell nagyon jó, csak működjön jól. Én Sophie-nál is, meg Nimrodnál is, pontosabban Sophie-nál úgy csináltam végig ezt a pürés, főzelékes időszakot, hogy nekem nincsen robotgépem. Évek óta tervezek beruházni egyre, de egyszerűen valahogy mindig elmaradt eddig, de lesz. És most Nimrodnál is ez a szitu, hogy nincsen robotgépem. Meg se párolóm sincsen, tehát semmi extra konyhai felszerelésem nincsen, csak egy jó botmixerem. Az legyen jó, tehát abból ne a legagyibb Lidl-iset vegyétek, hanem valami jót. Bár lehet, hogy az is jó, bocsánat a Lidl-nek, de valami jobbat szerintem, mert azt napi szinten fogjátok használni. A konyhai mérleg meg nyilván azért kell, mert mérni kell, hogy mennyit adsz a gyereknek, és amit meghagyott, azt is le kell mérni, hogy tudd, hogy mennyit evett, és kell-e még pótolnod anyatejjel vagy tápszerrel. Ez ilyen. De igazából ez meg olyan, hogy egy idő után látod, hogy körülbelül milyen mennyiséget evett meg a gyerek, tehát én sokszor már nem mérem le utána, hogyha hagyott egy picit a tányérban, mert tudom, hogy így is megette azt a mennyiséget, amivel jól lakott, meg eleve látszik a gyereken, hogy mikor lakott jól, és már hiába csinálnál neki tápszert, vagy hiába adnál neki anyatejet, azt se enni, mert már nem éhes. Ez változó, hogy mikor mennyit esznek, meg gyerekfüggő is nyilván. Nimrod általában azért ilyen 90-120-140 grammokat megeszik egy étkezésre, attól függ, hogy mennyire ilyes, meg mennyire ízlik neki az adott étel. Szóval a mai menü az őszi barack, és hát kíváncsi vagyok, hogy mit szól hozzá Nimrod. Hát nincs elragadtatva tőle. Na, mit gondolsz? Egyébként így néz ki. Simán lebotmixereztem egy őszi barackot. Ennyi.
Oké, a harmadik dolog, amit felírtam, az az, hogy fémkanál, műanyagkanál, előke, pelenka, törlőkendő, ilyesmi. Használhatsz fémkanalat is, használhatsz műanyagkanalat is. A műanyagkanálnál, pontosabban a műanyagkanálnak az az előnye, hogy ahogy dugod be a gyerek szájába, ugye kisebb az esély annak, hogy mondjuk jobban oda nyomod a nyelvéhez, vagy az ínyéhez, és esetleg felsérti. Nem arról beszélek, hogy tömköröd a gyerek szájába erőszakosan a kaját, és akkor nem tudom. De előfordul a fémkanálnál, hogy az úgy pont úgy fordul, vagy belekap a gyerek, vagy bármi. Tehát ott nagyobb a pici sérülés veszélye, mint egy műanyagkanálnál. Közben azért nézek arra fele, mert Nimrod alszik, és eléggé mocorog a kis ágyban, remélem nem ébred fel. Mert még szeretnék felvenni egy másik videót is. Tehát ez a műanyagkanálnak az előnye, hogy ott kisebb a sérülés veszélye. Cserébe a műanyagkanál egy idő után, ugye, hogyha sokat használod, akkor ilyen kis felszíni sérülések keletkeznek rajta, és ott ugye jobban megtapadnak a baktériumok, meg ilyesmi. Én használok mind a kettőt. Általában inkább fémkanalat szoktam, és nyilván óvatosan etetem Nimrodot, de Sophie-nál például csak műanyagkanalakat használtam. Úgyhogy ezt döntsétek el ti magatok, hogy nektek melyik a szimpatikus. Mind a kettő jó. Előke. Én azt szoktam csinálni, én sima pamut előkét szoktam Nimrodnak a nyakába kötni, és mindig, mikor befejezte a kajálást, azzal megtörlöm a száját, azonnal elviszem kiöblítem vízzel az előkét, hogy ne száradjon bele a folt, mert biztos, hogy foltos lesz, és azzal a vizes előkével szoktam utána megtörölni megint az arcát. Ez nálunk így a rutin, úgymond. És hát néha fehéríteni kell ezeket az előkéket, úgyhogy azt javaslom, hogy hófehér előkéket vegyetek, az a legegyszerűbb. Utána berakod a fehérítőbe, és kihoz minden foltot, mert ha már valami színes, akkor abból az Isten se hozza ki a foltot. Oké, de persze biztos vannak praktikák, meg ven is, meg akármi, de nekem a fehér vált be. Jó, érdemes az etetésnél ott tárolni magad mellett valami nedves törlőkendőt, mert van, hogy a gyerek belekap a kajába, és akkor az repül mindenhova. Van, hogy tűzszent egy nagyot, ez szuper egyébként. Na ott is aztán lehet törölgetni mindent. Úgyhogy legyen ott valami törlőkendő, illetve ha nagyon kapálózós a baba, akkor lehet, hogy egy pelenkával és egy textil pelenkával érdemes betakarni az egész gyereket, plusz az előke. Ennyi. Jöjjön a következő kaja. A mai menü alma és körte püré. Megfőztem egy fél almát, egy fél körtét, és belőle született, na jó, ezt itt elveszük. Jó, inkább így. És abból született ez az alma körte püré. Na nézzük, ham. Szerintem tök finom. Tényleg. Ham. Jó, hát Nimrod mindig így kezdi, aztán meg bevág 120 g-ot. Első blikre. Figyelj! Neked kocsvászott, anya? Ham. A negyedik pont az egy, hát én csak úgy írtam le, hogy ne add fel technika. Tehát készüljetek fel rá, aki még ilyennel nem találkozott, vagy nem kezdte el a hozzátáplálást, hogy elsőre minden baba grimaszol minden ételre. És elsőre valószínű, hogy kinyomkodj egy picit a nyelvével, meg kifolyatja a száján, meg mit tudom én. Ne adjátok fel, tehát próbálkozni kell. Én nem azt mondom, hogy erőszakosnak kell lenni, tehát nem erről van szó, de nem szabad feladni az első próbálkozásnál, mert ott valószínűleg még kudarc lesz a legeleje. Nimrod jó baba, tehát nála viszonylag én könnyen bármilyen ételt be tudok vezetni, de Sophie például nagyon rossz evő volt, mai napig rettenetesen válogatós, és nála nagyon sokszor az volt, hogy megcsináltam neki az ételt, és megkóstolta, vagy meg se kóstolta, és nem ette. Ez ilyen, sajnos. Nimrodnál is van, hogy ő például nem szereti a burgonyát. Pedig fontos lenne, mert a burgonyával sűrítünk mindenféle főzeléket a későbbiekben, de nem szereti a burgonyát, úgyhogy majd valami alternatív megoldást kell erre kitalálnom, lehet, hogy majd rizsnyákkal sűrítem, vagy fogalmam sincs, mert azt például ma ette.
minden esetre ne adjátok fel, ez a tippem, vagy ez a tanácsom. Tehát mikor elkezditek etetni a gyereket, akkor úgy próbálkozni, mert egy idő után megszokja az ízt, és fogja enni. Ha csak nem zárkozik el tőle teljesen, tehát teljesen tiltakozik, vagy nagyon tiltakozik, kapálózik, kidugja a nyelvével, kifolyatja a szája szélén, bárhogy is próbálkozol, akkor nem fogja megenni, és akkor fölösleges erőltetni. Olyankor lehet ilyennel próbálkozni, hogy almát még hozzá keversz, vagy valami gyümölcsöt, valami édesebbet, ami egy picit változtat az ízen. Én olyankor azt szoktam csinálni, hogy így egyik kezemben van mondjuk egy kis almapüré, a másikban az, amit először megcsináltam ételt, és akkor így a kanállal így egyikből is szedek, másikból is szedek, és úgy adom a szájába, hogy hát, ha úgy jobban ízlik neki. De volt, hogy így sem működött egyáltalán a dolog, akkor az vagy megeszette, vagy lefolyó. Sajnos ez ilyen. A mai menü édesburgonya püré, egy kis tápszerrel behigítva. Konkrétan ez egy fél édesburgonya, sütőben megsütöttem úgy, hogy alufóliába tettem, és egy olyan kb. 1 óra 180 fok alsó-felső sütéssel. Na... Mit gondolsz? Nekem ki? Hami? Ennyire nem? Nimród. Halló? Na, ugye, hogy nem is én rossz? A következő, és ez már az ötödik tippem, az az, hogy használjátok a hordozót ülésként, nyilván. Mert az elején 5-6 hónapos babák még nem tudnak ülni maguktól, tehát nem tudod berakni úgy egy etetőszékbe, hogy ez neki kényelmes legyen, illetve a gerincének az jó legyen, szerintem. Én Sophie-nál is, meg Nimrodnál is azt szoktam, és ezt nyilván látjátok a kis videókon is, hogy berakom a hordozóba, amit rendszeresen emiatt takarítgatnom kell, de ez vált be a legjobban, oda be is tudom kötni, tehát nem fog kiugrani belőle, meg nem fog elborulni, stb. Úgyhogy szerintem használjátok a hordozót, mert a célra az elején, addig, amíg nincs egy jó etetőszéke a gyereknek. Szóval a mai menü még mindig édesburgonya, de ezt most megfőztem, és egyben megfőztem almával, és aztán egy nagyon pici főzőolajjal lebbót mixereztem. Ez közel 120 g. A Nimród előkelje nem koszos, ez ki lett mosva, csak ki kéne fehérítenem, mert a korábbi kajálásból benne maradtak a foltok, de azt gondolom, hogy ez most igazából nem annyira fontos. Úgyhogy hát lássuk, hogy mit szól most az almás édesburgonya püréhez, Nimród. Tartok tőle, hogy nem lesz elragadtatva tőle egyébként, de hát meglátjuk. Limoncello. Figyelj, még meg se kóstoltad. Ha? Hát nem mondanám, hogy el vagy tőle ragadtatva. Ham. Na. Valamennyiben, nem, mégse. A következő tippem az már egy picit nagyobb babáknál lehet érdekes. Nimród ficerek. Én Sophie-nál azt csináltam, hogy hát nem akartam nyilván minden nap főzőcskézni. Ki akar? Én megvettem előre nagyon sok sárgalépát, burgonyát, édesburgonyát, zellert, fehérlépát, céklát, meg egy csomó sütőtököt, tehát nagyon sok zöldséget megvettem előre. Ezt mindet egy szombati napon rászántam egy délelőttöt, hogy az összeset megpucoltam, az összeset megfőztem sima vízben, tehát nem sós vízben, vagy ilyesmi, sima vízben megfőztem, és aztán lebot mixereztem, és aztán szépen jégkockatartóba beletoltam az összes zöldséget, tudtam nyilván melyik, azt bezacskóztam tiszta zacskóba, és beraktam a fagyasztóba. Egy idő után csináltam húst is, tehát főztem húslevest,
De ha csak simán csirke mellett vesztek, vagy csirkecombot, mindegy, én csirke mellett vettem, és megfőzitek egy nagyon picit sós vízben, vagy nem sósba, ezt döntsétek el ti, és aztán azt is leturmixoljátok, be azt is jégkockatartóba, be a fagyóba. És Sofinál nagyon sokáig kitartott ez, hogy mikor ebédidő volt, akkor fogtam, kivettem két répát, egy krumplit, egy céklát, meg egy húsit, kockát, egy nagyon pici olajat csöpögtettem hozzá be a mikróba, aztán meg eheti a gyerek. Tudom, vannak, akik mikrohullámú sütő ellenesek, szívük joga, én nekem nincs gondom a mikróval, és én abba tettem és abba melegítettem, de vannak szuper cumis üvegmelegítők is, és azokba is lehet ugye ilyen pürét is melegíteni, ami gőzzel melegít. Csak nekem az egy kicsit macerás is tovább tart, de azt is lehet használni. Csak időben el kell kezdeni melegíteni, ugye. Azt hiszem, ennyi volt az ötödik pont, jöjjön a következő kaja. Na, sziasztok! A mai menü. Répapüré, és egy nagyon pici körte van belekever, hogy egy nagyon picit édesebb legyen, bár egyébként maga a répa is édes. Simán megfőztem a répát minden nélkül nyilván, és aztán botmixerrel lebotmixereztem. A körte nagyon puha volt, azt csak szétnyomkodtam illával és belekevertem. Hát lássuk, hogy kicsi Nimród ezúttal mit szól hozzá. Na, limoncello, ezt a cumit, ezt kérem szépen. Na figyelj, mit hozok neked, anya. Jó, nagyon fincsi lesz. Legalábbis ami nem. Én megkóstoltam, szerintem finom. Nem versz át, mindig ez az első reakció, aztán bevág 120 grammot. A hetedik pont az az innivaló. Nagyon fontos, hogy itassuk a gyereket rendszeresen napközben. Tehát ha megkezdjük a hozzátáplálást, és kap püréket, szilárdabb ételeket a baba, akkor igyon is folyadékot. Én sima vizet szoktam. Konkrétan szentkirályi ásványvízzel megtöltök reggel egy kicsi cumis üveget, és napközben azt issza. Bizonyos időközönként megitatom, illetve minden étkezés után megitatom, sőt van, hogy étkezés közben is adok neki egy picit, hogyha úgy látom, hogy elkalandozik, vagy valami nem tetszik neki, vagy ilyesmi. De vannak szuper babateák is, tehát ha nem akartok vizet, vagy nem szereti a gyerek a vizet, akkor... Úristen, már 19 percnél járok. Fú, ez egy hosszú videó lesz. Szóval... Vannak szuper babateák is, és most nem a mecset bébi teáról, meg a baba mosoly teáról beszélek, ami édes kömény tea és hasfájásra van, hanem például a Rossmannban lehet venni, felírtam, Baby Dream bio gyümölcs tea, ami almát meg csipkebogyót tartalmaz, az tökéletesen alkalmas arra, hogy akár rendszeresen is ad a babádnak, bármilyen mellékhatás nélkül, tehetsz hozzá cukrot, vagy nem teszel hozzá cukrot, ezt szintén mindenki maga dönti el, citromlevet ne tegyetek hozzá semmiképp, de ha csak simán lefőzitek bele a filter, és úgy adjátok, szerintem ízleni fog a babának, mert van egy pici gyümölcsös íze, így jön a baba, szerintem ez fontos. Na akkor, a mai menü sima főtt borgonya és alma, 70-50 gramm, és hát meglátjuk, mit szól hozzá Nimród, aki egyébként meg van fázva, szóval nem tudom, mennyire lesz étvágya. Kicsi Nimó. Ha? Na, mit szólsz hozzá? Jó, hát mindig így indított, kicsi. Ha? Hát, na mindegy, szóval próbálkozunk most ezzel egy kicsit, aztán meglátjuk, hogy mennyi. Simán megfőztem a burgonyát natur víz, tehát semmi fűszer, semmi só nincs benne, csak a burgonya és a víz. Leöntöttem a főzővizet, összetörtem és összekevertem reszelt almával. Mondom, 50 g alma, 70 g burgonya. Egyelőre nem tűnik túl sikeresnek a projekt, de hát, ha kedvet kap hozzá Nimó. A következő pont az a tárolás.
Nekem a párom az Osamban vett ilyen nagyobb picike kis, hát ilyen műanyag edények. Én abba szoktam berakni a megmaradt kaját, be a hűtőbe is abba tárolom, de nagyon fontos, hogy műanyagban ne melegítsetek mikróban, magatoknak se, senkinek, semmilyen esetben, hanem mindig üvegben melegítsetek. Nekem erre van egy pici üveg tálam, kifejezetten ilyen edénbűzlis tál méretű, abba szoktam melegíteni mikróban Nimrodnak, meg egyébként magunknak is, illetve hogyha üveges bébi ételt vesztek, azt is ugye lehet az üvegben melegíteni, arra is ki fogok térni nem sokára. Ugye a jégkockatartót azt mondtam. Ez igazából ennyi, jöjjön a következő menü. Na itt vagyunk. A mai menü sütőtökpüré egy fél almával behigítva. Azért raktam bele egy fél almát, mert egy picit ugye túl sűrű magában a sütőtökpüré, és könnyebben csúszik, hogyha egy picit szottyosabb. Csak simán megsütöttem a sütőtököt, és összebotmixereztem almapürével, amit ugye előtte alma reszelőn lereszeltem. Úgyhogy hát lássuk, hogy mit szól hozzá Nimrod. Ez most ilyen szobahőmérsékletű. Szerintem finom egyébként, javárj a cumikát kivesszük. Na nézzük, ha mi. Na. Szerintem finom. A 9-es pont az az üveges bébi étel. Szerintem először is tisztázzuk azt, hogy mindenki maga dönti el, hogy ad-e üveges bébi ételt a gyerekének, vagy sem, és ezt a többieknek tiszteletben kell tartania, mert az az ő gyereke. Ő szülte, ő hordta ki, azt ad neki enni, amit csak szeretne. Én nem vagyok az üveges bébi étel ellen, de nem gondolom, hogy az jó, ha csak azt kap a gyerek. Mert ugye azért ezeknek az üveges bébi ételeknek nagyon ilyen sablonize van, ilyen egyízű, és azt szokták mondani, hogy azok a babák, akik csak ilyet esznek, azok később válogatósak lesznek, mert hogy nem szoknak hozzá így a igazi, nyersebb vagy valódi ízekhez. Ebben biztos van valami. Én Sophie-nál adtam neki üveges bébi ételt is, és főztem is neki rendszeresen. Most Nimrod talán egyszer kapott már üveges bébi ételt, valami gyümölcsöt, almabanánt vagy valami ilyesmi, mert pont rohanásba voltunk, mentünk valahova, és nem tudtam neki főzni. De neki most egyelőre még főzni szoktam, de biztos, hogy lesz olyan, hogy üveges bébi ételt fogok neki adni. Annó Sophie például imádta a borsót, mármint a borsópürét, meg ezeket a gyümölcsöket is, és szerintem ezekkel semmi baj nincsen. DM-ben lehet venni bio baby love, ugye? Azt hiszem az van ott. Üveges bébi ételeket, amik ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származnak. Szerintem nincs ezzel semmi gond. De biztos vagyok benne, hogy vannak olyan anyukák, akik azt mondják, hogy már pedig én nem adok műkaját a gyereknek. Nem tudom, ez miért műkaja egyébként, mert hogy abban is ugyanúgy igazi gyümölcs, zöldség van, és nincs benne se tartósítószer, se só, se cukor, se semmi. De mondom, ez mindenkinek a saját dolga, és ő eldönti. Én úgy vagyok vele, hogy lehet ezt is, azt is. Nyilván túlsúlyban van az, hogy főzök neki, vagy nyers zöldségeket, gyümölcsöket kap. De lesz olyan, hogy kap üveges bébi ételt, én ezt felvállalom, és mindenki, mondom, minden anyuk eldönti, hogy ő ad-e, vagy nem ad, ezt döntsétek el, csak szerettem volna ezt is elmondani, hogy szerintem ezzel nincsen probléma. Nézzük a következő kaját. A mai menü nem néz ki jól egyáltalán, de egyébként finom. Avokádó almával. Tehát avokádót szétnyomkodtam, ezúttal botmixerrel, mert gyorsabb volt, mint nyomkodni villával, és almát lereszeltem. Ez kb. Egy fél alma és egy fél avokádó összekeverve, és hát meglátjuk, hogy kicsi Nimrod mit szól hozzá. Az állaga kicsit fura, de az íze az nem rossz, mivel az avokádónak alapból elég semleges íze van, bocsánat. Csak közben Nimrodot megszabadítottam a cumitól. Na kicsi Nimrod, lássuk, mit szólsz hozzá. Ennyire? Szerintem nem
olyan rossz ez, kincsem. Én megkóstoltam, nekem íz lett. Na jó, számodra biztos azért más. És akkor jöjjön az utolsó pont, ami a 10-es, és itt egy könyvet szeretnék nektek mondani, illetve egy applikációról beszélni. Az applikáció az a Manó menü, a Manó menü applikáció, amit le tudtok tölteni. Szerintem van Androidra is, meg iOS-ra is, és ott jó kis recepteket találtok. A könyv pedig mutatom. Ez a könyv, és ez nem szponzorált tartalom, én ezt a sógornőmtől kaptam, jó kis receptek vannak benne, illetve ami még szuper jó ebben a könyvben, hogy a végén van egy táblázat, ahol mutatja, hogy melyik zöldséget, gyümölcsöt hány hónapos kortól lehet, és ott van oldalszám szerint, hogy hol találsz hozzá receptet. Szerintem ez egy jó könyv, nem mondom, hogy minden receptet megcsináltam belőle, de azért próbáltam. És nem mondom, hogy mindet szerette Sophie, Nimrod meg ugye még az elején járunk, de azért alapvetően azt gondolom, hogy jó receptek vannak benne. Oké. A mai menü ennek a nagyon türelmetlen kis Nimrodnak alma banánpüré rizs. Rizsnyákkal. Na, mit gondolsz? Aha. Hát jó. Simán megfőztem a rizst, lebot mixereztem, és bekevertem alma banánpülével. Na, befejezem a videót, mert 24 percnél járok, és még nincsenek benne a kis videók. Ez egy hosszú videó lesz, már látom. Hát remélem, hogy tetszett nektek, és remélem, hogy tudtam hasznos tippet, tanácsot adni. Ha igen, akkor lájkoljatok, megtaláltok a Facebookon, az Instagramon, a Pinteresten és a Snapchaten is, glamify.hu néven. Hamarosan ismét jelentkezem babás videóval, meg nem sokára lesz majd sminkes videó is, meg talán még hajasat is fel tudok egyszer venni, megyek szombaton fodrászhoz. Már nagyon várom, mert évente kétszer járok, szóval. Na, most búcsúzom, puszilok mindenkit, legyetek jók, sziasztok!